amikor az utazkutyával kampány gondolata felmerült, megkerestük mind a turisztikai szolgáltatókat, mind pedig állatmenhelyeket, hogy vegyenek részt a kampányban, és minden oldalról nagyon nagy nyitottsággal és fogadókészséggel találkoztunk. A Magyar Turizmus Zrt. Igyekszik minden olyan kezdeményezés mellé állni, amely a turizmus fejlődését eredményezi Magyarországon, és éppen ezért választottuk a kutyákat is, hiszen minden második háztartása Magyarországnak rendelkezik kutyával. Éppen ezért egy olyan kampányt indítottunk, amely a már meglévő, egyre magasabb színvonalú kutyás szolgáltatásokra építve szeretné a kutyás turizmust fejleszteni Magyarországon. Kutya családtag. Nekem is több kutyám van. Régen kevésbé jól tudtam velük utazni, ma már sokkal egyszerűbb. Nemrég voltunk a Badacsonyban, egy nagyon jó helyen. Ahogy jártuk a világot, sokszor visszamentünk ugyanarra a helyre. Azt mondtam, hogy ott vagyok otthon, ahol a kutya megismer. Úsztam már kutyával, nyaraltam és futottam is vele, vidéki lakosként azért a kert sokat segít, de amíg a városban éltem, akkor ugye minden nap kétszer-háromszor lejöttem, főleg a ligetbe a kutyussal, meg kell nekik a mozgás, meg nekünk is kell a kikapcsolódás a kutyusokkal, úgyhogy csak ajánlani tudom mindenkinek. Nagyon jól éreztem magam a mai fotózáson, sokat sétáltunk, most ismerkedem még a kutyusokkal. Jó volt, kaptunk vizet, odafigyeltek ránk a mai nap, úgyhogy mindenki, aki látta, hogy már szomjasak a kutyusok a melegben, mindenki kijött megitatni őket, úgyhogy jó volt a mai nap. Szeretnénk a kutyatartókat arra ösztönözni, hogy minél többet utazzanak belföldön a kutyájukkal, készítsenek erről fényképet, és töltsék fel Instagramon keresztül. A nyereményjáték végén értékes kutyás nyereményeket fogunk közöttük kisorsolni.